Régészeti előadás sorozatának második részéhez ért a Viski Károly Múzeum, ahol a tegnapi napon honfoglalás elődei és utódai a kalocsai sárközben címmel tartottak előadást dr. Marcsik Antónia, antropológus és Galina Zsolt régész. Ez egy olyan 11. századi temetőről szól, amit Homokmégyen tártunk fel, és ez azért nagyon érdekes, mert a térség, tehát a kalocsai sárköz, sőt a megye, sőt egész Dunaszi közül egyetlen olyan temetője, ami teljes egészében sikerült feltárnunk, hogy ráadásul viszonylag nagyobb sírszámmal, és ahol meg lehetett fogni olyan jelentességeket, ami korábban itt élő lakosság továbbéléséről is szóltak. Az egész előadás sorozatnak egy könyv az alapja, mely egy korpusz formájában íródott. Nyilván ezt nem fogja mindenki elolvasni, meg egy olyan vastag könyv, amit nem is biztos, hogy mindenáról akar, illetve tud olvasni, illetve értelmezni, de mindenképpen vannak olyan titkok, olyan dolgok, amit az ember csak szóba tud inkább elmondani, vagy kiemelni. Galina Zsolt mellett dr. Marcsik Antónia, mint antropológus is bemutatta mindezt, és felvázolta számunkra is, hogy az ő oldaláról mit hallhattak az érdeklődők. Elsősorban, hogy a 10-11. Században ezen a területen, akik itt éltek, hogy mármint a Homokmégy székes területén mennyi volt a nemeknek, nemeknek az aránya, tehát mennyi volt a férfi, mennyi volt a nő, tehát demográfiai szempontból mennyi volt a gyerek. A gyerek halálozásokról, azután a különböző típus meghatározásokról, hogy mennyiben jellemzi a populációt az európai jelleg, és mennyiben a mongoli jelleg, és hát nyilván a kóros elváltozásokról, hogy az életmódjukkal kapcsolatosan, ami meglátszik valamennyire a csontokon, tehát persze nem minden esetben, de mondjuk a fogazat szempontjából nagyon jelentősek ezek a vizsgálatok, meg hát a különböző más megbetegedések szempontjából. Majd a régész még arról ejtett szót, milyen sikernek örvend, még ha nem is magas szinten, de járják az ország egy részét előadást tartani ebben a témában. De ugye a legnagyobb siker az az volt, hogy megírhattuk ezt egy könyv formájában, egy korpusz formájában, igazából a lehetőséget kaptunk erre mind anyagi, mind megjelenés terén, és gyakorlatilag nyilván ez volt a legnagyobb siker, hogy gyakorlatilag ezt közzé tudtuk tenni, mert nyilván ez a végcél minden egyes régészeti feltárásnak, lelőhelynek, amit a régészek kezenyomát magán viseli, hogy gyakorlatilag ez egy teljes egészében közlésre kerül, és ez volt a legnagyobb elismerés számunkra. Az előadás sorozat harmadik előadója, Révész László, a sorozat szerkesztője lesz, aki a Kárpát-medence honfoglalását mutatja be.